A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagyon szeretettel köszönjük a kedves nézőket! VNTV-t, a Viva Natura televíziót láthatnak, ezen belül is a Lelkedből zenélek című adássorozatunkat, és Bagdi Bellát szeretném itt köszönni. És tudod-e, kivel csináltam én itt az első Lelkedből zenélek című adást ezelőtt 4,5 évvel? Na. Hát, ha már fölteszem a kérdést, akkor biztos csak benne nem van. Velem. De, viszont veled. Velem csináltam. És kiszámoltam, hogy körülbelül 7 éve ismerjük egymást. Tehát amikor te itt elkezdtél Magyarországon megjelenni, akkor én valamilyen módon a sors áldásaképpen ott voltam az első kilométer kőnél, és nagyon köszönöm, hogy végigkísértem ezt a gyönyörű utat, amit te itt bejártál, sokunk nagyon nagy örömére. És ma pontosan a boldogságról, illetve a boldogság fenntartásáról szeretnék veled beszélgetni. Mi ez a szó a számodra? Jó, hát erről nagyon-nagyon sokat tudnék beszélni. Na kezdjük el. Van idő, uzsonnám is minden. Hát nekem a boldogságról az élet jut az eszembe. Nekem az maga az élet, úgy minden ízével együtt. Számomra az nagyon fontos, hogy hát én ugye a pozitív dalaimról ismernek nagyon sokan, és rengeteg olyan beszélgetésben volt részem, amikor így próbálták támadni a pozitív megerősítéseket, hogy azzal csak becsapod magad, hogy azzal nem érsz el semmit, hogyha szőnyeg alá söpröd a rossz dolgokat, attól még nem lesz jobb a világ. Én meg ilyenkor próbáltam elmondani, hogy ez teljesen félremegy akkor az az üzenet, amit én próbálok közvetíteni, hiszen az élet íze, a boldogság számomra pontosan a nehézségekkel, a krízisekkel együtt jelenti azt, amit jelent. Egyszer hallottam Pál Feritől egy interjút, amikor pont arról kérdezték, hogy hát ki a boldog ember, és azt mondta, hogy ha valaki éppen nem érzi magát boldognak, attól ő még lehet boldog ember, és hogy ez mennyire igaz, tehát, hogy nekem a boldogság ezért jelenti az életet, mert hogy a nehézségekben, a sötétségben is megtalálhatom a boldogságot. Lehet, hogy nem akkor fogom megtapasztalni a boldogságot, de amivé tesz engem az a folyamat, utólag rá fogok jönni, hogy az a boldogságnak egy része. Folyamatokban vagyunk benne, szakaszokban vagyunk benne. Sokszor nem látjuk át, vagy nem látom át, hogy éppen most valami mire való, de hogy már abban van egy ilyen bizodalom, hogy bármi, ami velem történik, az a javamat szolgálja, és nekem ez a boldogsága, a bizalom. Ez az alap látásmódot, hogyha egy nagyon rossz kifejezést használtunk rá, amikor a boldogság állapotában vagy, most nem feltétlenül kell is szárnyalnod meg, ha hotáznod, hanem az a fajta hozzáállásod a világhoz, ami megteszi azt a gyönyörű mezőt, ami körülötted kialakul, amilyen térbe élsz, és te csak azon a téren keresztül tudod tekinteni ezt a valóságot. Na most aki ezt, bocsánat, szarnak akarja látni, az akkor úgy is lesz. Tehát ki milyen hitrendszer tart fenn magába, és egyébként mindenki valamilyen módon a boldogság felé indul el, mindenki oda szeretne eljutni, csak valamiért nem mernek a fénybe állni. Mert a fényben ott mindig megtalálod magad. Ugyanúgy van a problémáid, azt ahogy elmondtad, csak hogy kezeled? Milyen látásmód és milyen megközelítéssel? Hát igen, rátapintottál a lényegre. Tavaly szeptemberben elindítottam egy 10 hónapos boldogságprogramot a Jobb Veled a Világ Alapítvány keretén belül, és ott, amikor elindult a program, kérdezték az emberek, hogy és akkor most én 10 hónap múlva én már boldog ember leszek? Hogy mi fog változni? És akkor mindig, ilyenkor visszakérdezek, hogy szerinted mi fog változni? Semmi, alapvetően semmi nem fog változni. Nem fognak változni az alapvető dolgok a környezetedben, de valami alapvetően viszont megváltozik. Az, ahogyan reagálsz a dolgokra, amelyek téged körbevesznek, hiszen ugye mi a boldogság és a boldogtalanság között
a távolság, mindig a reakciónk, ahogyan reagálunk azok. Az ítéletünk. Hát ugye a reakció, persze, ugye a reakció minőségét mindig az ítélkezés határozza meg, hogy milyennek minősítem a dolgokat. És ugye az önismeret útján, a tudatosság útján szerintem ez a legalapvetőbb dolog, hogy ezzel megtanulni bánni az ítéleteinkkel, a minősítéseinkkel. Ugye én a Csodák tanításának lelkes gyakorlója vagyok már több mint 8 éve, és hogy az egész tanítás arra épül, hogy azt mondja, hogy a boldogtalanságunknak, a szenvedésünknek a forrása a minősítéseinkből ered, hogy állandóan minősítjük a dolgokat, és hogy meg kell tanulnunk ugye a minősítéseink fölé is látni. Most az Eckhart Tolle most Hatalma című CD-ről idéztél szó szerint egyébként. Mekkora hatása volt ez az életedre? Pont ez amit megénekeltél a Most Hatalmába például. Ja, hát Eckhart Tolle egy nagy mérföldkő az én életemben. Egy nagy változás hozott neked is, igaz? Hát persze, igen. Most ez, de ott ülnél mellettem, és hallanád, nem csak egy darab CD van az életemben, de hányszor hallgatom, mikor úton vagyok ezt a CD-t, tehát ez van hihetetlen egyébként. A Hoponopono együtt ez a másik CD, ami van tőle, tehát és nagyon sokunknak ez meghatározó volt az életében, ugyanolyan mérföldkő, mint a tiéd. Na most ugye az egész életünk óriási kövekkel van kirakva, a boldogságkurzus után most mit tervezel, mik a nagy terveid ebben az évben? Hát a boldogságkurzusnak nincs vége, hanem letelik a 10 hónap. És jön egy újabb kurzus? Hát jön egy újabb kör szeptembertől. Nekem számomra nagy öröm és nagyon nagy meglepetés, hogy ebbe a programba több mint 300 oktatási nevelési intézmény is becsatlakozott. Havi egy alkalommal pedagógusok boldogságórát tartanak a gyerekeknek. Szerinted. Ez egy, igen, nagyon nagy csoda, és szeptembertől ugye újraindulunk, mert hát olyan nagy az érdeklődés, olyan nagy az igény rá, úgyhogy hát folyamatosan fejlesszük a programot. És én ezt a 10 hónapot Szonya Lubomirski tanulmányára építettem, neki megjelent magyar nyelven is a könyve, Hogyan lehetnénk boldogabbak. És ebben a könyvében beszámol arról, hogy egy több éves boldogságkutatásban vettek részt a kollégáival, és hogy milyen eredményei voltak ennek a kutatásnak. És az egyik legfontosabb jó hír ebben a tanulmányban az az, hogy a boldogság az egy megtanulható képesség. Tehát az, hogy a genetika, hogy ugye mennyit öröklünk az őseinktől, az körülbelül 40-45%-ban határozza meg a boldogság szintünket, de kellő tudatossággal ez a szint ugye fölülírható, hogyha mondjuk teszem fel, nem a legszerencsésebb géneket örököltük. Képzeld el, hogy ebben a tanulmányban még azt is nyilvánosságra hozták, hogy az életkörülményeink pusztán 10%-ban befolyásolják a boldogság szintünket. 10%, ami azért egy nagyon-nagyon meglepő szám, hiszen a legtöbb ember erre a 10%-ra építi az egész életét. Ugye arra, hogy milyen házam van, mekkora a fizetésem, milyen férjem, feleségem, gyerekem, autóm, ruhám, stb. Ami ugye a látszat, a külső körülmények. Tehát, hogy hamar hozzászokunk a jóhoz, és ezért van az, hogy nagyon-nagyon alacsony szám. Tehát, hogy alapvetően az, hogy milyenek az életkörülményeink, nem nagyon határozzák meg a boldogság szintünket. Tehát igazából mi vagyunk azok, akik hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy tartósan, hosszú távon jól érezzük magunkat a bőrünkben. És az a lényeg ennek a tanulmánynak, hogy azt mondja Lubomirski, hogy egy megtanulható képesség, ugyanúgy ki tudjuk fejleszteni magunkban, mint ahogy bármi mást megtanultunk eddig az életünk során, hogy megtanultunk járni, megtanultunk beszélni, bármit, amit ugye én is, ahogyan ki megtanulta a saját szakmájában azt csinálni, amit éppen csinál. És én ezt szeretném átadni ebben a programban, hogy mindenki találja meg a személyiségéhez leginkább közelebb álló boldogságszintnövelő technikákat, és ezeket próbálják meg integrálni az emberek a mindennapi életükbe, hiszen nagyon-nagyon fontos nem csak a közérzetünk szempontjából, de az egészségünk szempontjából is, hogy egy örömtelibb életet tudjunk magunk köré építeni.
És hát ugye az idei évnek egy ilyen nagy terve, hogy elhívjuk a Szonya Lubomirskit Magyarországra, úgyhogy ha minden... Hol él most egyébként? Neve szerint Los Angelesben él, orosz származású, nagyon helyes és nagyon közvetlen, mi már összebarátkoztunk így e-mailbe, és amikor először felvettem vele a kapcsolatot, hogy hát bemutatkoztam, hogy ki vagyok, hogy van egy kis ország valahol Európában, és hogy a tanulmánykönyvéből elindítottunk egy ilyen programot, amihez több mint 9000 ember becsatlakozott, és több mint 300 oktatási nevelési intézmény azt mondta, hogy wow, tényleg? Hogy annyira el volt ájulva ettől, hogy micsoda kezdeményezés indult el az ő tanulmányának köszönhetően, hogy mondta, hogy ő mindenben hajlandó együttműködni velünk, és hogy ő azon lesz, hogy ő itt legyen, úgyhogy november 28-án a Budapesti Kongresszusi Központban lesz egy nagy boldogságfesztiválunk. Nagyon nagy dolog, amit mondtál, az, hogy a boldogság tanulható, és a determinációink, tehát a körülményeink, meg a hozott genetikai, epigenetikai, szülői kódok, ősök kódjai. Miért nevetsz, hogy hülyeséget mondtam? Vagy? Nem olyan szépen elmondtad. Aha. De ez a lényeg, nem? Tehát, hogy ezen fölül mindent mi vagyunk képesek megvalósítani. És végig motoszkált bennem egy kérdés, majd most nevessél. Amikor másodszor voltál nálam, én föltettem neked azt a kérdést, hogy mitől voltál a legboldogabb mostanában, és majd valami választottál, és elnézést, hogyha nem tökéletesen emlékszem, hogy az apukád, a szüleid eljöttek egy koncertedre, és végre, amit te meg akartál valósítani az életbe, láttad, hogy ott együtt sírtatok a szülőkkel, és ez volt neked a legnagyobb boldogság. Hogy ugye, és ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy mondtad, hogy túl kell lépni azokon, amit hozunk magunkkal, hogy mennyire meg akarunk felelni egy ideig a szüleinknek, a körülményeinknek, az elvárásainknak, és amikor ezt le tudod tenni, akkor meg a tiszta boldogság megéléséhez szinte semmi nem kell, csak az, hogy hagyjuk magunkat a boldogság mezeiben élni és létezni. Hát igen, de ugye azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát, ki mondta, hogy egyszerű lesz? Igen. Pontosabban egyszerű, csak az elme nem teszi ezt egyszerűvé. Ami egyébként nem is baj, hiszen azt hiszem, hogy az elmének köszönhetően lesz izgalmas ez a földi élet. Tehát, hogyha az elme nem pörög mennyire, akkor nem biztos, hogy ez ennyire izgalmas. De ennyire? Hát, figyelj ide, tehát, hogy ez semmi nincs vér, tehát annyira jól össze vagyunk rakva, hogy én nem vonnák kétségbe, tehát, hogy mindennek nagyon megvan a helye és a szerepe, és szerintem az elmének is pontosan olyannak kell lennie, ahogy amilyen. De én azt látom, hogy a saját magam életéről tudok beszélni, vagy a saját magam tapasztalásairól, hogy én, akinek ugye ez lett a hivatásom, hogy ezzel foglalkozom a mindennapos lelki gyakorlataim által, nagyon tudom magam figyelni, hogy hogyan is működik bennem ez a boldogság téma. És hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy minden nap újra és újra választanom kell a boldogságot. Mit jelent ez, hogy választanom kell? Én például, amikor ugye belekerülök egy helyzetbe, egy személlyel, ahol mondjuk lehet, hogy nem az elvárásaim szerint történik valami, nem úgy viselkedik, hogy akkor választhatok, hogy a sérelem között, vagy választhatok a megbocsájtás, vagy a béke között, hogy inkább elengedem azt az elvárásomat, és fontosabb az, hogy egy jó viszonyba maradjunk. Hogy ugye vannak élethelyzetek, amelyek nem biztos, hogy úgy alakulnak, ahogy én azt szeretném. Mert könnyű olyankor a boldogságot választani, mi itt vagyunk egy szuper környezetben, olyan társaságban vagyok, mint te, akit ugye nagyon szeretek, és ugye könnyű egy ilyen környezetben boldognak érezni magamat. De amikor nem egy olyan környezetet hozok létre valamitől, hogy akkor ugye ébernek lenni arra, hogy ott is van lehetőségem választani a békét és a boldogságot. És most ezt fog idézni, a kapcsolatok nem azért vannak, hogy boldoggá tegyenek, hanem tudatosság. Ugye? Jól emlékszem erre pont. Tehát pontosan azért kapjuk az olyan embereket, akiket úristen, de jó lenne nem együtt ülni, mert feladatod van vele. És ugye azt elfogadni szeretettel, és nem a harag és a gyűlölet oldalára megközelíteni, nem vagyok a hülye egész életem át, hogy mindig haragban a gyűlöletbe éljek, és akkor egyszerűen van olyan út, hogy én fogadjam el őt, hogy úgy, ahogy van, és ne akarja megváltoztatni.
Igen. Nem egyszerű, kimondta, hogy egyszerű lesz. Vissza szeretnék csatolni azokra, akik megkérdezték tőled, de hát, hogy ez az álpozitivizmus, hogy akkor miért nem lenne jó lecsapni kettőt, és utána majd megbocsájtani neki, igaz? Mert valahogy ez az álláspontjuk, hát nem sokkal egyszerűbb az, hogy belátni, hogy ő nem tehetett mást, azt tette, amit ő úgy gondolta, hogy neki a legjobb tenni, én meg azt teszem, amit nekem a legjobb tenni, és nekem nem az a legjobb, hogy háborúzzak és haragból legyek vele. Hát ugye megbocsájtás milyen érdekes, hogy ide jutottunk, mert pont a márciusi hónap a megbocsájtásról szól ebben a boldogság programban, és ugye Buddhának van egy ilyen nagyon híres mondása, hogy az az ember, aki képtelen a megbocsájtásra, hasonló ahhoz az emberhez, aki égő szenet tart a kezében azzal a céllal, hogy valakit megdobjon vele, holott csak saját magát égeti meg. Rengeteg kutatás igazolja, hogy mennyire életbevágóan fontos, hogy elsajátítsuk a megbocsájtás képességét. Mert ugye a megbocsájtás is egy olyan dolog, amit meg kell tanulnunk. Én azt gondolom, hogy nem azért vagyunk, hogy a legtöbb embernek nem azért megy nehezen a megbocsájtás, mert ő nem akar megbocsájtani, hanem egyszerűen nincs meg a kellő tudása ahhoz, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nincs meg a kellő információja ahhoz, mint például az édesanyám. Ugye, őt azért tudom felhozni, mert ő számomra egy olyan, hogy egy élő minta arra, hogy hogyan tud ragaszkodni egy ember a sérelmeihez, de akár 20-30 évvel ezelőtti sérelmekhez is. És amikor egyszer elbeszélgettem vele, hogy de hát már miért nem engedi el őket, hát már miért hagyja magát, hogy valaki más miatt ő boldogtalan legyen az életében. És ugye ez volt a válasz, hogy azért, mert hogyha megbocsájtanék neki, akkor én azzal megkönnyíteném az ő helyzetét. Azzal én őt föloldoznám, és ezt nem akarom. Ugye ez a büntető, hogy én büntetni akarom a másikat, amikor azt gondolom, ha én nem bocsájtok meg, ha én nem oldozlak fel téged, azzal én büntetlek és kárhoztatlak téged a cselekedetedért. De hogy ugye arról nincs tudomása, hogy ha beszélsz a másik oldallal, hogy ő nem érzékeli azt, hogy ő büntetve van. Csak ő tartja a parazsat a kezében. Igen, ugye? Csak ő tartja a parazsat a kezében, és hogy ez, megkérdeztem tőle, hogy anyu, de hol érzed ezt a rossz érzést? Meg tudnád-e határozni a térben, hogy mondjuk hol érzékeled ezt a rossz érzést? Hát itt belül rossz. A májomba, igaz? Igen, itt belül rossz, de mondom, akkor ez elsősorban kinek rossz, hogyha tartogatod ezt a sérelmet? Hát csak akkor, ugye, hát ezzel még ugye sose gondolkodtam, elhangzott a válasz. Tehát, hogy nem gondolkodunk el róla, hogy elsősorban velünk mit tesz az, hogyha nem tudunk megbocsájtani, és azon se gondolkodott el, hogy hogyha többet tudok a sérelmek mechanizmusáról, meg a megbocsájtásról, akkor lehet, hogy könnyebbé tudnám tenni a mindennapi terheimnek ugye az elengedését. És hogy ebben a boldogságprogramban pont erre teszek egy kísérletet, vagy egy kezdeményezést, hogy hát, hogyha úgymond a nagy közönség számára ingyenesen elérhetővé tesszük ezt a tudást, ezeknek a gyakorlatoknak az alkalmazását, hogy mit indít el mondjuk így a magyar emberek számára, mert nem tudom, hogy tudod, de hogy ilyen minden évben a World Happiness Report több országnak megvizsgálja a boldogság indexét, és hogy mi magyarok az utolsó helyen állunk. Például Európában. Búval vigad a magyar című. Hát igen, igen. De egyszerűen én azt gondolom, ez csak azért van, mert hogy nincs meg a kultúránk arra, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak. Már hallom őket, hogy kedves Bella, legyél te úgy boldog, hogyha mit tudom én, milyen sérelmek értek. Van még egy válaszom erre, hogyha elveszett tőlük a sérelmet, a fájdalmat, akkor ha ez mind nincsen, akkor úgy érzik, hogy az élet az miről szól. Akkor nincs semmi, ami jelentene az életüket. Tehát nagyon sokszor azért ragaszkodnak a boldogtalansághoz, a haraghoz, a gyűlölethez, mert ha elveszett tőlük, akkor teljesen fölöslegesnek érzik az életüket. Erre is tudom, nagyon sokan most nem örültek, hogy ez így ilyen formában lett kimondva. Igenis, ami nem tudjuk letenni a boldogtalanság
önmagunkat, a szeretetlenségünket, addig csak ezt az energiát tudjuk bevonzani, ami utána megjelenik a testemen belül, megcsinálja a fájdalmakat, meg később a betegségeket. És akkor elmegyünk az orvosi rendelőbe, elmegyünk, megnézzük az onkológiai intézetbe, és elbeszélgetsz, mindegyik ott van a megbocsáthatatlansága, feldolgozatlan életproblémák, és a vége ott van a halál, a csúnya halál, pedig nyugodtan élhettek volna boldogságban, szeretetben is. Választás kérdése. Tehát ez... Hát ugye a halál az mindannyiunkra vár. Hát igen. Inkább igen. Az a nem mindegy, hogy hogyan jutunk el oda, igen, és hogyan tudunk innen majd tovább menni. Mondok egy nagyon érdekes tapasztalást, egy új helyre költöztem, és a velem szemben lévő szomszédom, egy skizofrén nő, hölgy, 60 év körüli, és az az ő rituáléja, hogy reggel 7-től este 7-ig föl-alá sétál így az udvaron. Semmi más nem csinál. Hóban, esőben, napsütésben, viharban, csak ennyit csinál, hogy a kaputól az ő bejáratáig oda-vissza sétál. És én ugye ezt látom, pont az imaszobámból így rálátok az Erikára, és ugye szoktam ezen elmérkedni, hogy mi a különbség a kettőnk élete között. Hogy én, aki ugye szemben teszem magam az Erikával, aki nagyon tevékenyen igyekszem ezt csinálni, meg azt csinálni, és hogy amikor jöttem elcsendesedve nézem az Erika életét, hogy egyszerűen azt látom, hogy nincs semmi különbség kettőnk között. Tehát, hogy ugyanolyan értékes az az élet is, hogyha abban meg tud nyilvánulni a béke. Egyszer elbeszélgettem az Erikával, hogy mondd, Erika, mit csinálsz itt sétálás közben? Szoktál gondolkodni? Azt mondta, hogy hát nem szoktam gondolkodni, mire gondoljak? És ez, tudod, ez nekem annyira fantasztikus, hogy hiszen ez a cél, valaki éveken át elvonul egy kolostorba. A szerzetes éveket ül, hogy az ürességet elérje, hát igaz, ürességet, és neki kapásból megvan. És pontosan, hogy ezt érzem, hogy egy olyan helyre kerültem, ahol pontosan ezt az ürességet érzem ebben az emberi lényben. Hogy én, aki ezt csinálom, azt csinálom, hogy próbálom, mint hogyha hogy próbálok nem találkozni ezzel a fajta ürességgel, pedig lehet, hogy pontosan ezzel kellene találkozni. Van egy kérdésem. Ugye ő azt tenné föl ezt a kérdést, hogy te miért akarod az embereket megmenteni, Bella? Nem akarom megmenteni őket. Tehát akkor mi a motivációd? Magamat akarom megmenteni. Uh-huh. Már rég meg vagy mentve, már nem? Nem. Pontosabban nem mondhatnám, hogy meg vagyok mentve, hiszen abban a pillanatban, hogy ezt elhinném, akkor már nem... Pontosabban egy persze mindannyian meg vagyunk mentve. Uh-huh. De... Hát ugye 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy krízis az életemben. Itt voltál akkor is? Akkor is itt voltam, igen. És hát ugye amikor az ember úgy közel kerül valóban így a halál élményéhez. Ez a fiatal fiú élmény, amit elmeséltél? Igen. Akkor úgy az embernek az értékrendje, szokták is mondani, hogy teljesen átalakul. Hogy én addig tényleg egy ilyen nagyon céltudatos csajszi voltam, kitűztem a céljaimat, fontos volt, hogy elérjem. Ezek általában ilyen ego által inspirált célok voltak. Hát ugye át kell ezen is menni, meg kell tapasztalni, hogy szerintem, hogy aztán az ember úgy szolgálni legyen képes. De hogy tényleg azt kell mondjam, hogy azóta, tapasztalásom óta úgy egyetlen egy fontos, hogyha van igazán célom, akkor az hogy a belső békémet meg tudjam őrizni. Nem látok már, senki nem tudna kínálni nekem ennél csábítóbb adományt. Tehát sem pénzben, sem javakban, semmiben. Tehát hogyha elém tennének ennyi mennyiségű csillogó javat, és egy maréknyi békét, akkor én a békét választom. Mert megtapasztaltam azt, hogy meg lehet mindened a materiális világban, ha nincs benned béke, nem tudsz örülni neki.
Hát a káprázat és a béke azok paradoxonok, ugye, mert abban a pillanatban, hogy a káprázat felé figyelsz, abban a pillanatban elveszted a békédet, tehát egyszerűen nem tudsz vele mit csinálni. Tehát valóban a béke és a csend a legnagyobb kincs, amit elérhetünk. Nekem az jutott eszembe, Forrest Gump jutott eszembe, aki elkezdett futni, több tízezer követője volt, már és egyszer megállt egyik reggel, hogy köszönöm, elég volt, nem futok tovább. Ott találta meg a békéjét, ugye valamire elkezdett futni, és akkor utána mi van? Mi van? Mi van akkor, amikor azt mondjuk, hogy akkor ebben a dologban megtettem, amit kellett, csináljam, most már ti fussatok, egyedül akartok, én megmutattam, hogy kell futni. Igen. Hát én ezzel úgy vagyok, hogy én hogy nekem tehát, hogy ez ilyen érdekes, hogy azért fogalmazom meg nehezen, mert megpróbálom ilyen nagyon őszintén válaszolni erre, hogy én nem akarom senkinek sem megmutatni, hogyan kell futni. Például ezt a boldogságprogramot is azért indítottam el, hogy egy nagyobb közösségben motivált legyek arra, hogy én is csináljam. Mert hogy így nem bújhatok ki alula. Tehát ugye az ösztönző, igen, tehát ugye ezt mondják is, hogy találd meg az ösztönző forrásaidat, amivel motiválni tudod magad. Uh-huh. Én abban nagyon hiszek, hogy azt mindenkinek, kiki magának tényleg föl kell fedezze, hogy mitől leszünk képesek a mindennapi cselekvésre. Mert most képzeld el, hogy én minden napra feladatokat írok a programban. Ugye ez egy cselekvésorientált program, arra próbálom elhívni az embereket, hogy a gyakorlatban próbáljuk ki együtt. Ez nem egy elméleti program, hiszen már elméletben nagyon sokat tudunk a boldogságról. És ha minden hónapban egyszer vannak ilyen boldogság találkozók, országosan több mint 100 klub jött létre, úgyhogy gyakorlatilag jelen vagyunk az egész országban, önkéntes klubvezetőknek a segítségével. Ezúton is hálásan köszönöm nekik, mert csak csoda, azt akarom... Ez egy csoda. Igen, száz klub az országban azért, és ezeket életbe tartani. És még külföldön is, például Londonban is van már klubunk. Na, csak azt akarom mondani, hogy havonta egyszer találkozunk, és amikor megkérdezem az embereket, hogy na, tegye föl a kezét a őszintén, hiszen az őszinteség nagyon fontos, mert hát engem, tehát nem az, tehát magukhoz legyenek őszinték az emberek, hogy ki az, aki egyetlen egy feladatot sem csinált meg egész hónapban. Mit gondolsz, hogy hányan teszik föl a kezüket? Hány százalék a társaságnak? Hát ha őszinték, akkor 80. Igen. Igen. Ha őszintén. De ez is nagy dolog, hogy fölvállalják, igen, mert általában minden ilyen helyen azért a képmutatás dübörög rendesen, tudod? Hogy, na nem, hát ugye sok függ a mondjuk a trénertől is. Meg a szellemiségtől, tehát hogy kinek hazudok magamnak, hazudok, persze, hogy nem csináltam meg. Na ez csak azért egy fontos és meglepő tapasztalás nekem, hogy mi emberek nem szeretünk cselekedni, vagyis hát, hogy annyira szokások rabjai vagyunk, hogy nagyon nehezen tudunk váltani. A változást nagyon szeretnénk, de hogy ezért tenni kell, az már nincs benne a programban. Igen. Tehát, hogy, és megkérdezem, akkor miért csináljátok, vagy miért jöttök el? Mert több mint 100-an ott vannak minden hónapban. Hát, mert jó a társaság, meg hogy azért úgy szeretnek ehhez így tartozni, de hogy úgy várják, hogy egyszer csak úgy megjön. Úgyhogy a Szonya Lubomirszkit arra kértem, hogyha el fog jönni most november 28-án Budapestre, hogy hát, hogy tartson egy előadást arról, hogy most hogyan... Most összeadtam ezt a 100 klubszor 100 ember, az 10 000 ember, ha eljön a fele, akkor se fértek már be a szimacsonokba. Hát így van, igen, ha? igen. Úgyhogy... Merjünk bátrat. Figyelj, biztos, hogy támogat, abban a pillanatban tudod, hogy mikor jön, csináljunk kampányt, mert ugye ez a másik csacsiság, hogy... Hát tudjuk, november 28-án. Elkezdtük szervezni a Másképp Gondolkodók klubját Magyarországon a VNTV kapcsán. A fenének. Hát ezek ugyanúgy, a boldogság az nem fér bele a mindennapi gondolkodásmódba. Miért kell ennyiféle külön klubokat csinálni? Szerintem ezeket össze lehetne vonni az életüket. Ez most ugrott eszembe, hogy... Most jutott eszembe, hogy a fenének, akkor miért nem ezeket a klubokat járjuk végig, mint ahelyett, hogy mi most új klubokat kezdünk alapítani. Majd el is beszélünk. Csak azt akartam mondani, hogy a Szonya Lubomirszkival leveleztem erről az, igen, érdekes tapasztalásról, hogy milyen nehezen gyakorlunk, cselekszünk, és mondta, hogy fog tartani egy olyan előadást, amiben
erről fog beszélni, hogy hogyan vehetjük rá magunkat, hogy cselekedjünk, hogyan tudjuk ezeket az új szokásokat beépíteni az életünkben. Az érdekes ez, mert 26-át mondta, ugye? November 28. 28? 20... Ez egy szombati nap. Azt mondom, 21-én van nálunk a 30. kombucsa nap, tehát rá egy héttel van, és nem sütjük egymást, és oda is eljöhet hozzánk. Mikor van a kombucsa? Hát egy héttel pont előtte. 28-ból vonja a hetet, nem vagyok matekban elő, és azon 27, 21 körül van. 21. De jó ez. Na, Belácska, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és szerintem ez megint mérföldkő a közös életünkben, mert nem találkozunk, de én is ugyanúgy azért mászom, a óriási követ gördítem magam előtt, még nem gördített vissza, de valami bennem is motoszkál, amiért itt vagyok, amiért veled vagyok, amiért ez nekem is fontos, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, és tényleg tenni kell érte. És az is nagyon tetszett, hogy bevallod, hogy azért mész el közéjük, mert legalább ott te megcsinálod a dolgodat, amire egyébként otthon meg sokszor lusták lennénk, igaz? Hát figyelj, én egyébként nagyon cselekvő ember vagyok, én tízszer hamarabb cselekszem, de talán az életem kényszerített rá erre, ugye van ez a mondás, ha még nem na mindegy, azt most már kivágjátok. Ne vágjuk ki, jó? Tehát, hogy gyakorlatilag kezdjük előre. Tehát én úgy értékelek téged, hogy olyan intuitív ember vagy, abban a pillanatban, hogy megkapod azt az információt, amire úgy érzed, hogy neked cselekedned kell, azt te ezerszeres energiával szétröpíded abba a térbe, ami már ilyen Bagdi Bella tér, bocsánat, hogy ilyen egós építő mondatom van, de ez az igazság, és azokban a kis közösségben már is megjelenik az, amit te kaptál, gondolsz, és cselekvési programként szétküldesz, és ezért vagyok biztosabban, hogy ez a november 28-ai program is óriási vízhangot, és rengeteg embert fogsz tudni megmozdítani. Hát így legyen, áldásra. Áldásra. Kedves nézőim, nagyon köszönöm, hogy ezt a kis kötetlen beszélgetést megnéztétek. Nem sok dolog van eszemben, nem értünk egyet, de biztos, hogy benne mindig van, amiben nem értünk egyet. Mindenkinek legyen a saját hite szerint és a saját választása szerint. Mi nagyon szeretjük egymást Bellával, és sőt már magunkat is nagyon szeretjük, és nagyon szeretünk benneteket is. És így jó együtt a világ, higgyétek el, a boldogság állapotába. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. VNTV-t, Vivanatúra televíziót láttatok, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találhatjátok. Viszontlátásra!